Oh shit. Azt hittem be fog jönni az a dobozos. Kicsit betoltam. Rendszeresen szoktam követni általában ilyen motoros oldalakat, motoros fórumokat. Nem nagyon aktívan kommentelgetek, illetve beszélek az ilyen fórumkodós dolgokba, de azért szeretek tisztában lenni a trendekkel, az emberek hozzáállásával, meg mindenféle ilyen motoros dologgal. És egy dolog van, amit nem értek, tehát srácok, légy szíves, ezt magyarázzátok el nekem majd kommentbe. Mindjárt kifejtem, hogy mire gondolok. Csak piros lámpánál unalmas a vlog. Tehát ma téma volt a kezdő motor vásárlása megint, és ilyen 1000 köbcenti feletti srácok elkezdték írogatni, hogy például a 300-as Versys ne vegye meg, mert az nagyon kezdő motor, fúj, de még hogy néz ki, milyen abszolút ilyen beginner full bike-nak tűnik, és azért nem érdemes megvenni. Furcsa, hogy még mindig megragadt az emberekbe, hogy köbcentit akarnak venni. Tehát itt gondolok arra, hogy ami 500 alatt van, az nekik nem motor, ami 1000 alatt van, az nekik nem motor, mind kezdő motornak titulálták, meg mindenféle ilyen marhaságok. Közben mind tudjuk jól, hogy ma már a gyártók a kis köbcentiben nagyon-nagyon jó gépeket tudnak gyártani. Gondoljunk itt az E300-asra, amit például én is teszteltem. Remek kis motor volt, nagyon imádtam, kurvára meg volt benne a bugi, tényleg nagyon-nagyon pörgős kis motor. Ott van például a 400-as Ninja, amihez még sajnos nekem nem volt szerencsém, de rengeteg újság, tartalomgyártó imádja, Sáv is Bakker olyan jó kis videókat gyártott vele, ő is imádta az egészet. És Bakker még bőven lehetne ezt az egészet sorolni. A BMW-nek a kis motorjai rohadt jók, tehát elkezdtek kisköpcentibe is, idézőjeles kisköpcentibe is nagyon-nagyon jó gépeket gyártani. Pont a 300-os Versys, az is volt nálunk ugye teszten, és mindenki imádta. Nem tudom, hogy hol van még ez a dolog. Ezt igazából arra is alapozom, hogy nem csak fórumon látom ezt gyakran, hogy azt mondják ezekre a motorokra, hogy full-full kezdő motorok, és nem érdemes megvenni, meg bla, a marki nevöd, hanem még kereskedővel is volt szerencsém beszélgetni, és ő is azt mondta, hogy igazából a kivagyiság miatt nem annyira fogy a 300-as Versys. Nagyon furcsa ezt így hallani. Viszont srácok, sorry, itt akkor vágunk. Pirosan nem akarok szívni. Danke. Na, tehát a kivagyiság miatt nem vesznek 300-os Versys-t, inkább megveszik a 650-est, illetve az 1000-est. És ezt légy, írjátok már le nekem kommentbe, hogy az embereknek miért van meg még ez a tudatok, hogy a 300-as az egy gyenge kis fos, és nem érdemes megvenni. Itt nem arra gondolok, hogy mert nem lehet vele 200-zal menni, ez nem egy indok. De fos itt az út. Itt arra gondolok, hogy miért jobb egy sokkal nagyobb masina, árérték arányba, újként párba állítva egymással. Te itt ne gyereké, köszönöm. Amúgy nincs két sáv, kereszt szerint, vagy ilyenkor ki kéne ezt alakítani, nem így működik a dolog? Igazából nem nagyon tudom felfogni, hogy itt most hogy vannak a felfestések, mert itt igazából csak ilyen gyűrűdéseket, meg kisugratókat látok, na mindegy. Úgyhogy ezt légy szíves nekem, írjátok le kommentbe, mert rohadtul érdekel már ez a téma, hogy az emberek ezt miért gondolják így. What the hell is going on here? Aha, értem. Tehát, jó, akkor. Te itt mit csinálsz? Az ott szép, hellókám, szembesev. My God. Inkább meguljunk innen, mert az emberek nem tudok vezetni.
igazából tapasztaltabb motorosok véleménye érdekelne, hogy miért ragadtak meg ennél, hogy csak 1000 köbcenti a király, vagy csak 600 köbcenti a király, és ezt még lehetne sorolgatni. Mert gondoljunk bele, például most ugye frissítette a Honda a CB500-as szériáját, ráadásul az X-et rohadtul ilyen terepesebb irányzatba tolták el, amennyire ugye egy ilyen CB500-as X az lehet az árkategóriájában. Tehát remélem nem jobbra készülsz, jó van, helyes. Hű, srácok. Dolgok is, még több dolgok. Gondoljunk itt ugye például az adventure-ösebb futóműre megemelték magát a motort, ledes világítást kapott, már mondjuk eddig is az volt benne. Tehát nagyon foglalkoznak ezzel a szériával, és nem is szar dolgokat kapunk ebbe a kategóriába már. Tehát... Shit. De jó, hogy már indulsz, eldöntöd. És az a motor rohadtul érdekel engem idén, én azt nagyon ki akarnám próbálni. Nagyon mozgatja a kis fantáziámat, mert papíron arra a tempóra képes, amit én motorozni szeretek, és ahogyan én gurulgatni szeretek. Na jó van, srácok, én az értetlenségemet kifejtettem, most jöttök a komment szekcióba, és meglátjuk, hogy beigazolódik-e az a félelmem, hogy gyakorlatilag még mindig sokan motort nem saját maguknak, hanem a szomszédnak vesznek. Akkor subscribe, meg mindenféle lájkolás, meg ilyen dolgok, te itt nősd el, hogy akarsz menni. Aztán bye bye. Nézzétek, ellenkormányzás. Srácok, mi a tökömért fékezünk? Zöld van előttünk. Ja, hogy bazd meg, te itt most egyelek meg. Ügyes vagy, fiam. Jár a keksz. Ugye az igazság, hogy ahogy megfigyeltem, Ritur az utóbbi időben megnyugodott. Úgyhogy lehet közeljövőben majd én fogom átvenni a helyét. Amennyire kommentálni szoktam mostanában az embereket.